Kiskerti Kalauz néven jelent meg egy hiánypótló kiadvány a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesületének gondozásában. A könyvet kedden mutatták be a Kertbarátok, amely 4 szakember munkájának gyümölcse és egy támogatás segítségével valósult meg. Nagykutasi Viktor a Kertészek és Kertbarátok Győrvárosi Egyesületének elnöke szerint országosan is egyedülálló kötet született. Az én területem igazából a zöldség, a gyümölcs, illetve a dísznövény. Gyakorlatilag egy picit ez a kertészeti fejezet, ami az én tollamból származik, az hasonlít az előző megjelent könyveimre, ám közel sem azonos velük, ugyanis, mint ahogy az egész könyv tematikája, a kertészeti részben is maximálisan figyelembe lett véve a nagyon változó időjárásunk, a klímának a hatásai, az újonnan megjelenő kártevő kórokozók, illetve új növényfajokat is mutatok benne be. Tehát gyakorlatilag elmondhatom, hogy például a dísznövényes részt a könyvben, azt a 5 évvel ezelőtt megjelent könyvemhez képest 100%-osan újból írtam. Tehát nem volt értelme azt átvenni, hanem gyakorlatilag az látszik, hogy az elmúlt 5-10 évben annyit változnak a növényeink, annyit változik a kertészeti kultúránk, mondhatni ez akár kényszerből is, hogy gyakorlatilag egyszerű volt egy új fejezetet megírni. A kiadványból hasznos információkat lehet megtudni a díszkert, a zöldséges kert és a gyümölcsös gondozásáról, a kerti szerszámok szakszerű használatáról. A kötet ezek mellett ötleteket is ad a szelíd növényvédelemhez, de a tartósítás különböző formáit is elsajátíthatjuk belőle. Nagykutasi Viktor kért meg, hogy a könyvnek egy kis részét dolgozzam ki. Ezek a kertészeti növényeknek a növényvédelme volt, mégpedig olyan növényvédelmet akart, vagy kért, ami megfelel az új irányzatnak, az integrált növényvédelemnek, a szelíd növényvédelemnek, tehát nem a klasszikus permetezésekről, hanem az egyéb védekezési módszerekről. És ezt képes formában is megjelentettük a könyvben. A könyv egyes részeinek szerzői nagyon örültek a felkérésnek. El is vállaltam a gyümölcs, a szőlő és a dísznövények növényvédelméről saját fotókkal, és remélem, hogy tetszeni fog. Igyekeztem mindig a biológiai megoldásokra koncentrálni, tehát csak amikor már nincs más lehetőség, akkor avatkozunk be a növényvédőszerekkel. A Kiskerti Kalauz abban segíti a kezdő, a haladó és a profi kertészeket, hogy napjainkban hogyan küzdhetünk meg az éghajlatváltozás kihívásaival és az újonnan megjelent károsítókkal. Én a tartósításról írtam, mert úgy gondoltam, hogy egy könyv, amelyben a kerti növények növényvédelme, kerti növények termesztése szerepel, nem lehet teljes a feldolgozás nélkül. Tehát ezt a témát, amely szakmámba vág, választottam. Szerettem volna új módon megfogni a kérdést, tehát nem recepteket írni, ahogy ez szokás, hanem egy kicsit olyan tanítóbb módon a növényvédelmi, a tartósítóipari eljárásokat ismertettem, és hát bizony a legnagyobb mértékben a liofilizálást, amiről úgy gondolom, hogy a jövő egyik vezető tartósító módja lesz. A kiadvány hamarosan bárki számára elérhető lesz az interneten, a Magyar Nemzeti Vidék Hálózat weboldalán.